Korai aratás, már a héten dolgoztak a kombájnok a búzaföldeken, a gazdálkodók szerint kiváló lehet az idei termény. Egészségügyi kiválóságok, szakmai elismeréseket és előmeneteli kitüntetéseket vettek át a vármegyei egészségügy dolgozója a Semmelweis napi ünnepségen. Magyarország 365-44 ezer fotó közül válogatták a Váci Mihály Kulturális Központban látható 60 alkotást. Hetek óta tart az árpa betakarítása, ezen a héten pedig megkezdődött a búza aratása is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A visszajelzések szerint a legtöbb területen kellő csapadékot kaptak a kalászosok. A gazdák nagy része elégedett a szántóföldek állapotával. A gabona betakarítása kevés munkaerőt igényel, a közelgő gyümölcs szüret azonban igen sokat. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke azt mondta, a munkaerőhiány miatt tovább csökkent az ültetvények nagysága. Így dolgoztak a kombájnok Nyírtelek határában tavaly július második hetében. Az előző évhez képest idén 2-3 héttel korábban munkába álltak a gépek a szántóföldeken. Az árpát már több hete elkezdték betakarítani, de a búzával sem vártak tovább a vármegyei gazdák, ezen a héten elkezdték az aratását. Az időjárás ezúttal kegyes volt, jókor és általában éppen elég csapadék érkezett, a gazdálkodók így bizakodnak. Olyan csapadékos időjárás volt, lehet, hogy csak 2 vagy 3 vagy 5 milliméter csapadék hullott, de az pont akkor hullott, amikor a fejtrágyázást elvégeztük a kalászosokban, pont akkor hullott 3 vagy 5 milliméter, amikor a szárba indult, vagy a kalász fejlesztége, szóval mindenkitől azt hallani, hogy jó kimenne a határba, a kalászok telszemekkel vannak tele, és a naprafogó kukorica talán, hát nem emlékszünk ilyen szép, ígéretes termésre, most megint megkapta a csapadékot, és ha egy-egy hektárból vagy 10 hektárból valamennyi most károsodott itt a mélyfekvésű területre gondolok, az sokkal több hasznot csinál, mint mondjuk ha visszagondolunk, hogy 2022-ben milyen aszályos évet tudhatunk magunk mögött. Ezt a megyet már nem kell leszüretelni, de a bui almák nagy része is oda lett a múlt hétvégi vihar miatt. A betakarítás egyébként sem könnyű a gyümölcsösökben, legalábbis a nagy területű ültetvényeken. Egyre nehezebb kézi munkaerőt találni ugyanis a mezőgazdaságban, éppen ezért idén is voltak gazdák, akik felhagytak a termesztéssel, így a korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkent a gyümölcsösök termőterülete a vármegyében. A kézi munkaigényes növényeknek a termesztése, és akkor lassan azért szűnik itt meg a mi megyénkben is, vagy erősen csökken szinte évről évre 1000 hektárról a gyümölcs területek. Hiába van most nagyon jó feltételekkel lehetne telepíteni. Mindenki arról beszélget, hogy kedve lenne hozzá, területe megvan, minden adottság megvan, de a betakarítással nem fog tudni mit kezdeni, és akkor hiába mondhatnánk azt, hogy mintha lassan kialakulnának a felvásárlási árak, mindenki abban látja, hogy ezek az árak azért kezdenek kialakulni, hogy hiány lesz ezekből a gyümölcsökből. Még itt a mi megyénkben is, ahol itt a megy vagy az almára gondolunk, valamikor a fénykorában az egész országot el tudtuk látni a gyümölcsökkel. A Fruitve felmérése szerint a mezőgazdaságban évi 50-80 milliárd forint körüli kárt okoz az elégtelen munkaerő ellátottság, ha pedig ehhez a feldolgozó ipart is hozzávesszük, ez az összeg a 100 milliárd forintot is elérheti. A korábbiaknál kedvezőbb eredményeket hozott a múlt heti Rótpol, számolt be róla a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt héten hétfőtől egészen vasárnapig razziázott a rendőrség a vármegye útjain. A hatóság az alkohol és drogok elnevezésű akciót az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának ellenőrzési terve alapján végezte. A rendőrök több mint 5000 alkalommal intézkedtek, a szonda pedig 22 esetben igazolta a sofőr ittas állapotát. Gyakorlatilag ott volt egy 24 órás ellenőrzési napunk, amit az alkohol és drogmaratonnak neveztek el a kollégáink. Ennek az eredményeként 3017 gépjárművezetőt vontunk intézkedés alá, melyből 10 esetben mutatott az alkoholszonda pozitív értéket, és ennek függvényében büntetőeljárás vagy közigazgatási jogsértés miatt eljárás kezdeményeztek a kollégáink. A Rótpol
egy egész hetes akciósorozat volt, ezen kívül pedig a további napoknak az ellenőrzési eredményeként 5123 gépjárművezető tondunk nézkedés alá, melyből 22 esetben jelzett pozitív értéket a kószonda. Ebben is szintén bűncselekmény miatt büntetőeljárás kezdeményeztek a kollégáink, illetve a közigazgatási bírság kiszabására került sor legtöbb esetben a helyszínen. A Vármegye egészségügyi dolgozói tüntették ki a Semmelweis nap alkalmából tartott ünnepségen Nyíregyházán. A rendezvényen 30-an vehettek át szakmai elismerést, 12-en adjunktusi, 17-en pedig főorvosi kinevezést. Július 1-e 1992 óta a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, 2011-től pedig munkaszüneti nap is az egészségügyben dolgozók számára. Több életet mentett meg, mint bármely más orvos a világtörténelemben. 2018-ban születésének 200. évfordulóján ezekkel a szavakkal méltatta az egészségügyi világszervezet Semmelweis Ignácot, az anyák megmentőjét, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyiláz leküzdésében. Július 1-e 1992 óta a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. A Vármegyei Oktatókórház ez alkalomból nagyszabású eseményen ismeri el legkiválóbb szakembereinek munkáját. Ez az a nap, ami arra hivatott, hogy valamilyen különleges módon fejezze ki a társadalom megbecsülését az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók számára. Talán a nézők számára ez, hogy egészségügyi és ben, ez nem feltétlenül nyilvánvaló, hogy mit jelent. Az egészségügyi dolgozóknak hívjuk ma azokat, akik orvosok, ápolók, betegágy mellett dolgoznak, és egészségügyben dolgozóknak mindazokat, akik ezt a munkát borzasztó komoly egyéb apparátussal, munkaügyi, titkársági, adott esetben műszaki segítséggel segítik. Természetesen ez a legjelentősebb ünnepe a magyar egészségügynek. Intézményünk is nagyon fontosnak tartja, mert úgy gondoljuk, hogy a jó munkát azt meg kell dicsérni, és minél inkább szebben és emlékezetesebben tesszük ezt, annál inkább komolyabb érték, komolyabb motiváció a jelenleg változó, elég komoly, nehéz körülményekkel szembenéző egészségügyi dolgozók számára. Az ünnepségnek évek óta a Vármegyeháza Besenyei nagyterme ad otthont. Úgy gondolom, hogy méltóképpen kell megünnepelni a Semmelweis napot, és megköszönni az orvosoknak, ápolóknak, az egészségügyben dolgozóknak azt az áldozatos és szolgálatkész munkát, amelyet végeznek értünk. Hiszen amikor valaki egészségügyi ellátásra szorul, akkor nagyon kiszolgáltatottá válik, és bizony azokban az emberekben bízik meg, akikkel ott találkozik a különböző intézményekben, az ápolókban, orvosokban, és azt hiszem, hogy ezt a munkát ezt nem elég egyszer megköszönni, de természetesen Semmelweis napon igyekszünk még nagyobb figyelmet fordítani rájuk. És azért is nagyon fontos munka az, amit végeznek, mert ők is ugyanúgy emberek. Ők is van, hogy fáradtan kelnek egy nap, ők is van, hogy éppen problémákkal küzdenek, de amint a munkájukat felveszik, amint szolgálatba állnak, akkor ezt nem vehetjük észre rajtuk, és azt hiszem, hogy ehhez kell igazából a nagy erő, és ezt az erőt, és ezt a kitartást, és ezt a szolgálat és áldozatkészséget szeretnénk megköszönni a mai napon is. Az ünnepségen 17 orvos, egy-egy ápoló és diagnoszta, valamint 11 háttérben dolgozó kolléga vehetett át Semmelweis napi kitüntetést. Köztük Borcsik László, aki 2011 óta a Nyíregyházi Józsa András Takkórház neurológus szakorvosa, adjunktusi kinevezését 2017-ben vette át. Jelenleg a neurológiai osztály stroke részlegének vezetője, aki saját kórtermei mellett felügyeli és irányítja a részleg munkáját. A kitüntetés a szakmán belüli elért teljesítményt tükrözi tulajdonképpen. Ez nem csak a kollégák részéről, hanem nyilván a kórházi vezetőség részéről is nagy megtiszteltetés jelent számomra. Az ünnepségen 7 főorvosi és 12 adjunktusi kinevezést is átadtak, melyeket szakmai, tudományos és vezetői feladatvállalások terén nyújtott kimagasló teljesítményük alapján egy szakmai vezetőtestület ítélt oda a kinevezetteknek. Hazaszeretet és hiányérzet, e két fogalom köré rendeződve várta a fényképeket a 7-tagú zsűri a Magyarország 365 fotópályázat kiírásában. A legjobbnak ítélt 60 kép nyár végéig tekinthető meg Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban.
A Magyarország 365 fotópályázatra 5 természet, táj, építészet, portré és közösségi események, valamint street fotó kategóriában lehetett pályázni egyedi képekkel vagy sorozatokkal, bemutatva az ország természeti kincseit, tájait, építészetét és az itt élő közösségeket. A szakmai zsűri minden kategóriában 3 díjat osztott ki, valamint a zsűri külön díját. Az első évben rögtön 21 ezer kép jött be, ugye most az utolsó évben pedig már 44.555 kép jött be. Ez egy nagyon-nagyon nagy felelősség. Tehát ebből a kollekcióból most gondoljuk el, hogy tudunk összesen 16 képet díjazni. Ez nagyon-nagyon kevés. Ezt senki nem gondolhatja komolyan, hogy 40-50 ezer képből 16 kép az, ami jó. Mint ahogy nem is így van, de hát a pályázat az ilyen. A focit meg gólra játsszák, tehát akit a zsűri úgy döntött, hogy díjazni kell, az díjazni kell, a többiek pedig örülhetnek annak, hogy bekerülnek egy könyvbe, kikerülnek egy kiállításra, fölkerülnek az online galériánkban. Tehát mi próbáljuk azokat az alkotókat és azokat a képeket is menedzselni, amelyek a díjazott képek mellett alatt vannak. Szándékosan nem mondom azt, hogy alatt, mert egyszerűen néha csak a szerencse dolga, hogy melyik kép nyert egy-egy zsűrizés folyamán, hiszen a díjazott képek mellett ugyanolyan értékű képek találhatók meg még. A korábbi 5-tagú zsűri idén 7-tagúvá bővült, és olyan neveket olvashatunk körükben, a teljesség igénye nélkül, mint Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus, vagy Haris László fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja. A pályázók 16 éves kortól 85 éves korig pályázhattak, az amatőr fotósoktól a profi fotográfusokig. Az az igazság, hogy ennek a pályázatnak az egyik legnagyobb boldogsága az, hogy 16 évtől 85 éves korú pályázókkal bírunk, és folyamatosan a meglepetések tömkelege ér bennünket. Olyan alkotók kerülnek elő, és olyan alkotások, amelyekről nem gondoltuk volna, hogy közöttünk élnek, vagy nem gondoltuk volna azt, hogy itt ebben az országban születnek. Természetesen ezek az alkotók önmaguktól is rendkívül erőteljesen menetelnek, nemzetközi pályázatokon egyre több díjat nyernek, de az elmúlt 6 évben tudnék 4-5 olyan fotográfust említeni, akik korábban alig voltak ismertek, most viszont nemzetközi szinten vannak. Azt nem mondom, hogy ez a mi érdemünk, de mi is segítettük őket ebben. A Váci Mihály Kulturális Központban a 60 legjobb kép lesz látható augusztus 26-áig. Szombaton zárul a Magyar Színházak 36. kisvárdai fesztiválja. A rendezvénysorozat 9 napja alatt a zsűri 26 versenyelőadást néz, illetve nézett meg. A szombatesti díjkiosztót követően a közönség Molnár Ferenc 1-2-3 az Ibolya című művét láthatja a Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház közös produkciójában. Csütörtökön 2 versenyprogramot láthatott a zsűri és a közönség. Még délután Csurka István Megmaradni című drámájának tapsolhattak a nézők az Udvari Kamara Színház előadásában. Este a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lépett színpadra. Oleg és Vladimir Presznyakov Csónak, avagy előttünk az Özönvíz című színjátékát Bocsárdi László vitte színre, aki a közelmúltban a Kaposvári Országos Színházi Találkozón a legjobb rendeződíját nyerte el. A mű egy modern Noé történet. Jón, az előadás középkorú főszereplője, egyáltalán nem hőstípus, nincs világmegváltó szándéka, sőt jobban érzi magát az átlagos, szürke hétköznapokban, mint a kiélezett helyzetekben. Amikor azonban egy boltban kiválasztottá válik, jobb ötlet és lehetőség hiány felvállalja küldetését. A humorban és váratlan fordulatokban gazdag vígjátékban egy középkorú férfi útját követhetjük nyomon, amint a világ vége küszöbén próbálja menteni magát, és mindazt, ami neki még számíthat valamit. A szöveg nagyon jó szerintem, dramaturgiailag is, de a tartalma is nagyon erős, igazi kortárs mű. Annál is inkább izgalmas, hogy oroszországiak, akik írták, mert 2 testvér írta, és emiatt nagyon összetett, ellentmondásos, ambivalens, naív és ugyanakkor durva, tehát egy ízig-vérig jó szöveg. Bocsárdi László, a rendező úgy véli, a társulat is nagyon szereti ezt a filmes jegyeket hordozó előadást, amelyet a márciusi Marosvásárhelyi bemutatót követően most először játszanak más helyszínen. Az előadás is olyan, ami túlmutat a színházon, jó értelemben, tehát felrázza az embert, és talán
növeli az érzékenységét azok iránt, a dolgok iránt, amelyek körülvesznek, és amelyek nagyon zavarosak, ellenmondásosak, nagyon nehéz tisztán látni. A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja szombaton zárul. A szakmai zsűri díjait a záróünnepségen adják majd át a legjobbaknak. A díjkiosztó után a közönség Molnár Ferenc 1-2-3 az Ibolya című művét láthatja a Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház közös produkciójában. Uruguayi sikerrel zárult a Nyíregyházán megrendezett két 15 ezer dollár összdíjazású ITF tenisztorna. Franco Roncadelli a két győzelmével szerzett 30 ATP pontnak köszönhetően, 50 helyezés javítva, az 502. helyre lépett előre a világranglistán. A két versenyen egyéniben és párosban összesen 32 magyar teniszező jutott játék lehetőséghez. Teniszmaraton tartottak Nyíregyházán. Némileg rendhagyó módon ugyanis két 15 ezer dollár összdíjazású tornát rendeztek a Marsó Teniszcentrumban. Az Országos Szövetség idén 8 hasonló torna rendezését tervezi, és a szakmai igazgató szerint jó ötletnek bizonyult a nyíregyházi duplázás. Tavaly már is sikeresen lebonyolódott egy 15 ezer dolláros férfi verseny, utána már a Norbiekkel, a Marsó Teniszklubbal már akkor tudtuk, hogy ilyen valamilyen szinten ki szeretnénk ezt bővíteni. Több variáció volt a fejünkben, de ugye végül is erre a megoldásra esett a végső döntés, hogy két férfi verseny legyen és egymás után, és szerintem minden szempontból igazolt minket ez a két verseny. Egyrészt azt gondolom, hogy rendezés szempontjából most, hogy így leérkeztünk a szövetség részéről, egy nagyon, nagyon jó sportközeg fogadott minket, nagyon jó színvonalas mérkőzések vannak, és hát szerintem a legfontosabb az, hogy rengeteg magyar játékos tudott játszani, és hát ugye mi sem bizonyítja jobban ezt az ötletet, hogy két versenyt játszunk egymás után, és játék lehetőséget biztosítsunk minél több magyarnak, hogy egyéniben ugye hárman is 8 között vannak, párosban pedig 4-en. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden szempontból beváltotta az előzetes tervezéseket ez a két verseny. A két versenyen összesen 32 magyar teniszező lépett pályára. Mellettük közel 500-an érkeztek a világ minden tájáról. A tenisz annyira népszerű sportág, és annyira sokan kezdenek itt a 15 ezer dolláros versenyeken, ami ugye a belépő szintje a nagy ATP profi versenysorozatnak, hogy ugye egy héten azért általában hát 5-6 verseny van csak Európában, de hát látjátok, még itt is a 64-es selejtező tábla is majdnem, hogy teljesen tele volt, úgyhogy azt gondolom, hogy a tenisz annyira népszerű, hogy tényleg ez egy utazó cirkusz, és itt minden héten országról országra vándorolnak a versenyzők, és ahogy látjátok, kontinens átívelve is, úgyhogy azért erre számítottunk, hogy ennyi országból lesznek itt, és ilyen sokan. Egy ilyen verseny lebonyolításához komoly háttérre van szükség, mivel az utaztatástól a szálláson át az étkeztetésig számos igényt kell kielégíteniük a szervezőknek. Szerencsére már a staff az rutinosan kezeli ezeket a kérdéseket. A legkülönbözőbb dolgok megtörténhetnek itt. Itt elég szokványos a sérülés, voltunk már a kórházban, kellett CT-t csinálni, de szerencsére semmi komolyabb sérülés nem történt, de mivel hogy már tavaly sikerült egy versenyt megrendezni, tudtuk, hogy mire számíthatunk. Itt ugye a világ több mint 20 országából érkeztek hozzánk versenyzők, és hát megpróbálunk megfelelni minden elvárásnak. Végül mindkét versenyt ugyanaz a teniszező nyerte. Az uruguayi Franco Roncadelli a Nyíregyházán szerzett 30 ATP pontnak köszönhetően 50 helyezést javítva az 502. helyre lépett előre a világranglistán. A Marsó Teniszcentrumban nem állt meg az élet, a hét elejétől 3 turnusban fiatal teniszezők számára tartanak fejlesztő tábort. Szombaton második edzőmeccsén lép pályára az NB1-re készülő Nyíregyháza Spartacus. Timár Krisztián együttese az örökösföldi pályán 11 órai kezdettel a szlovákiai Nagy Mihály csapatát fogadja. Felkészülési meccset játszik szombaton az NB2-es Kisvárda is. 11 órától a szlovákiai Kassa együttesét fogadja a Várkerti stadionban Feckó Tamás csapata. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük főpíreinket még egyszer röviden.
Az árpa betakarítása már javában tart, ezen a héten pedig megkezdődött a búza aratása is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke azt mondta, kellő csapadékot kaptak a kalászosok, a gazdák nagy része pedig elégedett a szántóföldek állapotával. Más a helyzet a gyümölcsösökben, amelyek termőterülete erre az évre is csökkent, ennek egyik legfőbb oka, hogy továbbra is munkaerőhiány sújtja az ágazatot. Szemmelweis napi ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház a vármegyeházán. A rendezvényen szakmai elismeréseket és előmeneteli kitüntetéseket adtak át a térség egészségügyben dolgozó kiválóságainak. A Magyar Egészségügy napját 1992 óta minden év július 1-én tartják, ezen a napon született ugyanis 1818-ban Semmelweis Ignác, az orvostudomány történetének egyik legnagyobb alakja. Magyarország 365, ezzel a címmel nyílt fotókiállítás Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban. A fotópályázatot 5. alkalommal hirdették meg, a csaknem 44 ezer kép sok felől érkezett, de közös bennük az, hogy a szülőföldhöz való kötődést hivatottak bemutatni. Június 28-a van, péntek, a Kölcsei Televízió híradóját látták, ne feledjék szombaton krónikával, vasárnap pedig a gazdasági héttel. Várjuk majd Önöket friss hírműsorral, pedig legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk, és várja Önöket az internetes oldalunk is. Én kollégáim nevében is jó hétvégét, jó pihenést kívánok. Viszontlátásra! Szombaton a sok napsütés mellett elsősorban az ország északkeleti harmadában lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, és elsősorban ott képződhetnek záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul szombaton. Vasárnap napos időre számíthatunk gomoly és fátyol felhőkkel, inkább csak északon, északnyugaton valószínű zápor, zivatar. Napközben már melegebb lesz, mint szombaton, 30-32 fokig melegszik fel a levegő.